A Komáromi Városmarketing Kft. valamennyi munkatársa nevében köszöntöm Komárom Facebook oldalának nézőit, azon belül is a Zöld Komárom csoport követőit. A Bazsarózsa Virágboltba jelentkezünk, mellettem pedig Hóza Zsófi, és a következő percekben arról fogunk beszélgetni, hogy az orchidea egy olyan növény, ami a legtöbb háztartásban megtalálható. Hogyan gondozzuk, hogy ilyen szépek legyenek, mint az itt mögöttünk láthatóak. Az orhideákról azt kell tudni, hogy elsősorban fényigényes növények, viszont a tűző napfényt nem szeretik. A tűző napfény hatására képes a levelük megbarnulni, megégni, és ezáltal elsárgóval lepotyogni. Úgyhogy célszerű fényes helyre tenni, de nem tűző napfényre. Félárnyékban is jól el van, viszont akkor lehet, hogy kevésbé lesz szép színes a virága. Milyen gyakran kell öntözni Alapvetően nagyságrendileg heti egyszer, a párát nagyon szereti, úgyhogy lehet pluszba párásítani, körülött a levegőt kicsit vízzel illetve a hagyományos locsolás mellett a merítést is javaslom, aminek a lényege az, hogy körülbelül 20 percre lágy vízbe helyezzük a virágokat, utána kivesszük, hagyjuk, hogy lecsöpögjenek, és mehetnek vissza a helyükre tápanyagokra szüksége van-e pluszban az orchidának? A nyári időszakban, vagy a virágzási időszakban igen. Célszerű megvárni, hogyha már régebbi növény, és kezdi az új kis virágos ágát hozni, akkor az ág jövetelével elkezdeni az orhidatápoldatot tápoldatot adagolni neki. Megfelelő mennyiségben ez a tápoldatokon fel van tüntetve, vagy milyen töménységben kell higítani, illetve van ez a csepegtetős módszer, amit egyszerűen a földjébe kell feje lefelé beleszúrni, és az így önadagolóként funkcionál. Hogy látjuk meg, miben nyilvánul az meg, amikor már át kell ültetni a virágot? Érdemes évente vagy két évente egyszer ültetni, és érdemes akkor, amikor nem hoz virágot. Ilyen szempontból a kényes növény, hajlamos arra, hogy akkor úgymond megsértődik, és utána többet nem hoz virágot. Illetve azt sem gond, hogyha a légzőgyökerei kikilógnak a cserepéből, mert ő azon keresztül is fotoszintetizál, azon keresztül is a vizet is fel tudja venni. Általában milyen gyakran virágzik az orchidea? Gyakorlatilag évente kétszer, de az sem ritka, hogyha csak évente egyszer virágzik. Célszerű virágzást követően az elvirágzott ágakat levágni, és egy kicsit úgynevezett ridegtartáson tartani őket, kicsit hűvösebb helyen, kicsit kevesebbet locsolni, és amikor elkezdi hozni a kis ágat, akkor visszatenni a fényesebb, melegebb helyre. Van olyan, hogy így, így elmúlik a virágzása, vagy hogy milyenkor meg kell ijednünk? Nem, nem kell megijedni. Az egy-egy virágzás azért viszonylag sokáig tart, mert mire a kis kisbimbokból teljes szép nagy virágok lesznek, úgyhogy hónapokig lehet benne gyönyörködni, illetve sokszor hoz újabb kis ágat is mellette. Mi a tanács, hogy melyik, melyik a, kevésbé gondozásigényes, amikor több szára van, egy száraban vagy ez egy nem befolyásoló tényező? Ez nem befolyásoló tényező. A lepkeorhida, amit is látható a falaneopsis orhida, ő a, mi a legigénytelenebb, legkönnyebben kezelhető növény. Vannak azért nála olyan orhidák, amik sokkal érzékenyebbek és nehezebb tartani őket. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Én arra kérném önöket, hogy kövessenek bennünket Facebookon, jelen vagyunk YouTube-on, Instagramon, TikTokon, Spotify-on, és Pinteresten is.